Milyen viszonyban vagy? Zsoltival nagyon rossz kapcsolatban vagyunk. Vigyázz vele, nagyon elszaladtam. De mi a szakmai féltékenység? Nincs féltékenység. Sokan ezt kérdezik tőlem, hogy féltékenység. Gyerekek! De a karrierjét mi lenne akkor, hogy kifúrnalak ebbe a műsorba? Na, kezdjük akkor. Te felépítettél magadnak egy imidzset, ott vagy a tévében, mint igazgató, én meg jövök és kifúrlak. Most álljon ma meg a menet. Nyilván nem örülnék. Mikor én voltam... De most ő honnan fúrt ki? Vagy miért gondolt, hogy kifúrt? Mikor én voltam... Bocsánat. Mikor én kezdtem idézőjelbe ezt az egészet, könyörögtem apámnak meg anyámnak, hogy jön a Daridóba, nézzen meg engemet. Azt mondta apám meg anyám, ciki vagyok. Ő nem jön megnézni. Most meg ma alig várjak, hogy a fiat lássak a műsorban. Érdekes, az a fia nem ciki, de én ciki voltam. Zsolti felépített egy birodalmat az én hátamon, és mikor a birodalomnak a csúcspontja arra írt, ott hagyott engem a francban. Fél éve nem szól hozzám. Fél éve nem tartja velem. Jobb adj elő nektek ott, ahogy mi jóba vagyunk. Mi nem vagyunk jóban. De miért? Mi romlott meg a kapcsolat? Hát mi romlott meg a kapcsolat? De miért nem beszél veled? Figyelj, például csinált egy olyat, hogy én kaptam egy ajánlatot egy tévétől, mit tudom én, x forinté, ő alám ment, és ő nem kapta meg a műsor. De volt ilyen. A saját testvérével megcsinálta, igen. Megcsinálta. 5 évig vették el tőlem apámot. 5 évig elvette tőlem Gáspár Zsoltika apámot. 5 éven keresztül apámot így vezettem, jobbra-barra, és elvette az én apámot tőlem. Én meg bedültem a hülyeségnek, és tudod mit? Elvette a saját apámot. Most meg megfogadtam, hogy apám mondhat rosszat, csúnyat, meghallgatom, átjön. Mióta anyukám elment, azóta meg így felborította a rendet, így Gáspár Zsoltika, így felborította a rendet. Ha a sógornőm azt mondja, hogy nem mehetsz ott a fiathoz, nem akkor de meg. Akkor majd ne begyek utolsót, ez a falat legyen az utolsó nekem, mert Péter, itt van, a jó Isten legyen, ha a sógornőm azt mondja, nézd meg. Falat, az utolsó falat, vigyázz bele. Ha a sógornőm azt mondja apámnak, hogy nem mehetsz ott a fiathoz, akkor nem megy át. Ha azt mondja Zsoltinak, hogy csicska maradsz, otthon maradsz, nekem olyan sógornőm van, hogy az a hatalom, az az állam. A gyerekeket de nem engedi alkozzon. Nem is szoktál vele beszélni? Kivel? Sógornőddel? Mit beszélgessek vele? Ha mit beszélgessek vele? Ki nem alhat minket? Én lakok az A épületben, B épületben lakik Zsolt, a C-ben apukám, egy kamerarendszeren vagyunk, apám lát mindent. Nem van. Apám olyan, mint a nagy testvér, egy kamerarendszeren vagyunk. Ha hozzám jön látogatóba valaki, akkor apám látja. Ha Zsoltihoz megy, mindent apám irányít. Apám egy baromi jó ember. Most jöttem rá. Tudod, milyen nagy dolog az, hogy még odaig nem jutottunk el, hogy megöleljük egymást, de ma odaig eljutottunk, hogy fölhívott engem. Most, mi, de nem is beszéltetek? Mi nem beszéltünk. 5 évig? Mi nem tartjuk. Tudod, milyen nagy dolog az, mikor felhív és azt mondja, hogy kisfiam, lejöttél ma a színpadról, fiam, lassan gyertek. Fiam, tudod, milyen nagy dolog az, hogy nekem apám azt mondja, hogy fiam, édes fiam. Mi volna, aki így is? De rossz érzés. Mert ha téged kifúrna a testvéred... De hogyha téged ki tud fúrni, akkor ezek szerint tehetséges, nem? Hát de basszus, kit ő tanult? Hát ki volt a tanára? Nek én voltam a tanára. Gáspár Zsolti, Demcsák Zsuzsával műsorvezető. Gáspár Zsoltinak önálló műsor lesz. Nem vagyok irigyes. Csak tudod, a tisztelet. Én születtem előbb, ő született később. A tisztelet. De ez rosszul esik neked, úgy látom. Hogy lesne már rosszul? Tudod, én könyörögtem anyámnak, Isten nyugasztalja, szóltam apámnak, hogy édesanyám, édesapám, beültök a Daridóba, kis padra, eljöttök megnézni. Nem megyünk el megnézni, mert tök ciki vagy. Jó, oké, tiszteletbe tartottam. Itt meg ma apám, alig várj, hogy Zsoltikáját lássa a farmba, alig várj, hogy ma lássa a fiat a tévében.